59 közúti baleset történt a karácsonyi ünnepek alatt az országban. 45 személy súlyosan megsérült, 25-en életüket vesztették. A román rendőrség honlapján közzétett tájékoztatás szerint ez az elmúlt évek egyik legrosszabb statisztikája. Mozgalmasan zárta a karácsonyi időszakot a rendőrség. A lakosság 3235 alkalommal kérte a hatóságiak beavatkozását. Országszerte ellenőrzéseket tartott a közlekedés rendészet is. Bevonták 362 gépjárművezető jogosítványát és 56 jármű forgalmi engedélyét. Elfogtak 8 személyt, akik országos vagy nemzetközi körözés alatt álltak, 21 személy ellen pedig valamilyen kényszerintézkedést rendeltek el. A legszomorúbb statisztika azonban ezután következik. Csak karácsony első és másodnapján 44 közúti baleset történt, 19 halott személy és 33 súlyos sérült. Ha 24-ei és mai eseményeket is nézzük, 59 közúti baleset a mérleg, ezekben 45 személy súlyosan megsérült, 25-en életüket vesztették. A belügyminisztérium Facebook oldalán indított baleset megelőzési kampányt. Kérjük, értsék meg, hogy a közlekedési szabályok be nem tartása az életükbe kerülhet. És még valamit értsenek meg. Ünnepek jövőre is lesznek. 2 év múlva is, 10 év múlva is, 50 év múlva is. Ne siessenek, mert az az 1 óra, amit úgy gondolnak, hogy a siettséggel nyernek, az életükbe kerülhet. Ha épp vezetsz, és ezt az üzenetet olvasod, kapcsold ki azonnal a telefonod. Balesetet kockáztatsz. Ha utas vagy, olvasd fel hangosan az üzenetet, hogy hallja a sofőr is. Üzente a közösségi oldalán a szaktárca. A közutakon több mint 1000 bűncselekményt észlelt a rendőrség a karácsonyi ünnepek alatt. 6374 bírságot róttak ki, összesen 2.475.398 leértékben, közel 150.000 leértékben koboztak el különböző anyagi javakat. Ittas vezetésen 64 személyt értek, a legfiatalabb jogosítvány nélküli vezető egy alig 16 éves gyerek volt.